Hogy kell természetesen és jól várakoznom a társamra, ha azt érzem, hogy Isten nem arra vezet, hogy minden ajtón benézzek? Ezt nem tudom pontosan, mit jelent. Nem tudom, ki tette fel. Hogy kell természetesen és jól várakoznom a társamra, ha azt érzem, hogy Isten nem arra vezet, hogy minden ajtón benézzek? Hát nem tudom, ez a benézzek, ez most így mit jelent. Nem az ágyra gondol ajtó helyett is, stb., hanem inkább... Jó! Bocsánat, csak kicsit humorosra akartam lenni. Szóval, hogy én úgy érzem, hogy Isten nem azt akarja, hogy minden konferenciára, mindenféle alkalommal eljárogassak és nézegessem, hogy ki lehet, meg hogy lehet, hanem hogy bízzak benne, és hogy várjak. A várakozásról nekem az első szó, ami eszembe jut, az a halál. Tehát én sose szerettem várakozni. Tehát, hogyha Budapesten vagyok, és dugóban vagyok, tehát, hogy nem egyszerű. És nekem ezzel sokat kell küzdenem magammal. Tehát, hogy én, és egyre inkább azon gondolkozom, hogy ez a válasz, ez egy jó válasz, hogy az ember saját magát halálba tudja adni. Tehát, hogy teljesen leteszem az elképzeléseimet, az időzítéseimet, a vágyaimat Istennek a kezébe, de ahol vagyok, ott nyitott szívvel vagyok. És nem kell minden konferenciára elmenni, de egyáltalán nem baj elmenni több konferenciára pont azért, hogy hátha összeismerkedsz valakivel. Mert tehát a hívő lány szeretnél, akkor olyan helyre kell menni, ahol hívő lányok vannak. Tehát, hogy ez nem... Én nem szeretem ezeket a dolgokat túlbonyolítani. Tehát, hogy szerintem ez egy tök egyszerű dolog, hogyha hívő emberrel szeretnék összejönni, akkor hívő környezetben keresem. És nem feltétlenül a helyi gyülekezetben, ahol most mondjuk vagyunk 25-en, és abból ott a Pisti, meg ott a Lajos, és pont ők nem jönnek be is, de hogy muszáj, hogy vele kell. De ez nem így működik. Hanem esetleg elmegyek egy másik gyülekezetbe is, vagy egy másik közösségben is. Tehát hál' Istennek... Nagyon sok jó gyülekezet van Magyarországon, akik szeretik az Úr Jézust, ragaszkodnak hozzá. És ha ezek az igei alapok a helyén vannak, akkor a liturgia az már nem is annyira fontos. Hogy most ez pünkösdi, baptista, református, vagy éppen katolikus, és szereti Istent, és ragaszkodnak az Úrhoz, és tudnak együtt lenni, szerintem ezzel nincsen semmi baj. A többi, mondjuk jehovatanúi, vagy ilyesmi, az azért nem, mert nem tudunk igei alapon együtt munkálkodni. Köszönjük. Jehova tanulja, vagy olyasmi. Tehát azok, akik nem bibliai alapokon, nem igei alapokon állnak. Tehát, hogyha igei alapokon állunk, nem annyira számít a hitgyakorlat, hogy most kórusműveket éneklünk a gyülekezetbe, vagy a legújabb rockdalokat dicsőítjük az Urat. Ezek nem annyira lényegesek, mint az, hogy igei alapok azok a helyükön legyenek. Köszönjük. Akkor a következő kérdés, hogy hogyan ne alkudjak meg egy közepes versenyzővel, hogyan tartsak ki az elveim mellett, hogyan kerüljem el, hogy jobb hiálló helyett szamáris jó alapon válasszon engem olyan hölgy, akihez én szívből vonzódom? Érted? Ez is így. Na mindegy. Nem akarom lebuktatni, aki föltettem, majd megpróbálom ezt. Tehát az első az oké, hogy ne alkudjak meg közepes versenyzővel, hanem kitartsak. Hogyan tartsak ki az elveim mellett. Magyarán... hogyan tudom azt megtenni, hogy nehogy az a jobb hián lóhelyett szamáris jó alapon belemenjen egy olyan kapcsolatba, amiben gondolom nem kéne. Valami ilyesmi. Tehát itt szerintem magukat a fogalmakat tisztázni, hogy ki a közepes versenyző. Tisztázni azt, hogy mik azok az értékek, amelyek alapján én döntést hozok. Ez szerintem nagyon-nagyon meghatározó ahhoz, hogy megfelelő választ tudjunk adni. Mit javasolsz? Hogy, ilyen értékeket esetleg össze tudnánk? Én azt gondolom, hogy az értékeknél, ha nézem, azok elsődlegesen bibliai értékek kellnek, hogy legyenek. Belső tulajdonságok kellenek, hogy legyenek, mert a külső az változik, a vonzalom az változik, és ez egy viszonylag modern dolog az, hogy szerelemből házasodunk. Hosszú évszázadokon, évezredeken keresztül alakult később a szerelem, de szülők meghatározták, hogy ki kivel fog összeházasodni, és voltak boldog házasságok is, biztos vagyok benne, meg biztos, hogy boldogtalanok is. De ha a külső alapján határozzuk meg, ami a mai világnak egy nagyon intenzív mércéje, hogy milyen a külső. Most én azon gondolkozom, hogy összeismerkedtem volna meg Ryannel, úgymond fénykorában, az egy kifejezetten bájos szép asszony volt, vagy nő volt. És most megnézed jelenlegi állapotában, ahol szerteszét szabták az arcát, biztos, hogy megijednék, hogyha felébresztene éjszaka. Pedig csak az arca változott meg kívülről, és ráadásul azért, mert szeretne szép lenni.
és szerette volna a szépségét megőrizni, és teljesen tönkretette magát. Nem tudom, ismétek ezt a színésznőt, de jó néhány ilyen színész tudnék felhozni, akik teljesen tönkreverték a külsőjüket, csak azért, mert szépek szeretnének lenni. És ismerek egy néhány olyan színésznőt is, hogy hívják azt az idősebb asszonykát, angol színésznő. Judy Dench is, de nem ő, hanem a... Mondjuk az Emma Thompson is, nem mindegy, majd eszembe fog jutni. Hirtelen akartam mondani. A Red című filmben volt a bérgyilkos nő. Helen Mirren, így van, profi. Na tehát, hogy például Helen Mirren öreg asszonyként és gyönyörű szép asszony tud lenni, úgyhogy nincsen szétszabva az arca. De én azt gondolom, hogy az értékek azok soha nem lehetnek a külsők, hogy most például melyik a szépség ideál, hogy hány kilós egy szép nő. Mert megnézitek a Milói Vénuszt, meg megnéztek egy mai modellt, van köztük néhány kategóriányi különbség. Pedig az is egy gyönyörű nő volt, és nem is biztos, hogy a mai nő az olyan gyönyörű, ahogy a képen van, mert én azt gondolom, hogy aki a Photoshopról lejön, az már nem úgy néz neki, hogyha itt lenne, mert szeretnék az emberek valami torz képet mutatni. Tehát, hogy az értékek szerintem soha nem a külső adottságok, hanem belső adottságok alapján kell, hogy meglegyenek. És ez nem működik beszélgetés nélkül, hogy megismerném a másikat, hogy kapcsolatba kerülök vele, és úgy tudom igazából megszeretni. És az most, hogy szőke, barna, zöld szemű, kék szemű, stb. Ez nem annyira lényeges. Ezek annyira másodlagos dolgok, hogyha az elsődleges értékek a helyükön vannak. Tehát szerintem ez is megint az, hogy a felhozatalból mi a közepes, meg középszerű, megint tehát, hogy nem a külső alapján kell ezt az egészet megítélni, de ez a lóhelyet jó a szamár is. Ebben olyan szinten tudok azonosulni, hogy nagyon sokszor, tehát, hogy na jó, legyen ő, már nem várok tovább, és belemegyek, ez kifejezetten rossz szerintem. Ha rossz a motivációm, hogy elegem van ebből a várakozásból. Mindegy, inkább ezt nem mondom el, de volt nem én is olyan régen egy telefonhívás, amikor egy úriember 40 évesen jött rá, hogy nem is lenne olyan rossz a párkapcsolatba élni, de idáig nem mert senkivel ismerkedni, és akkor most mi lenne? És érdekes részleteket elmondott. Azért nem mondok semmit, mert a végén még magára ismerne az interneten keresztül. De hogy jó, jobb később, mint soha, ez biztos, de én azt gondolom, hogy csak azért, hogy legyen valaki, azért nem érdemes kapcsolatba kerülni. Akkor inkább jobb az embernek egyedül lenni. Mert, de az is, jobb, az is igaz, hogy jobb házasságban élni, mint égni. Tehát mind a kettő ige igaz. És különböző időpontokban is tud igaz lenni. Tehát szerintem csak azért bevállalni valakit, hogy legyen valaki, nem szabad. Akkor inkább legyen egy kutyád, vagy egy macskád. Mert azzal kevesebb gond lesz. Oké, köszönjük szépen. Aztán miért van ilyen sok szingli keresztény? Ez is érdekes kérdés, több oka is lehet. Sokszor az egyedülálló embereket könnyebben eléri az evangélium a mai világban, meg az a család, mint ami régebben volt, az nem annyira működik. Tehát valahogy a... És erről van könyv is, ami ezzel foglalkozik, hogy a férfiak számára valahogy sokszor kevésbé vonzó az evangélium, de van olyan, hogy feleségek térnek meg, vagy hölgyek térnek meg inkább, mint férfiak. Mert régebben úgy volt, hogy megtért a filippi börtönőr, és megtért az ő háza népe is, tehát hogy az egész család feleségestől, gyerekestől ment a gyülekezetbe, mert a papa úgy volt, mint ahogy szoktak ezek a Gábor cigányokat ismeritek biztos, ilyen nagy kalapos, meg ilyen minden ruhában, hogy megy elől a papa, hátul jön a család, amerre megy a papa, arra megy a család. Tehát, hogy vannak ezek a régi minták, amik most nem annyira működnek, de én azt gondolom, hogy nem lenne rossz, hogyha egész családok tudnák megismerni az evangéliumot. És az, hogy sokan vannak szinglik, én szerintem megint csak a társadalom nagyon intenzíven benne van, hogy olyan elvárások, olyan elképzeléseink vannak, amik akár elkonzerválnak bennünket saját magunkba, vagy éppen taszítanak az egészséges párkapcsolattól. Mert nem ilyen emberre gondoltam, ilyen szolgáló legyen, olyan elhívással legyen, tudjon dicsőíteni, de hegedülni is, vagy mit tenni. Tehát, hogy olyan gondolataink vannak, amik nem biztos, hogy megtaláljuk. Aztán lehet, hogy pont megtaláljuk azt az embert. De szerintem az, hogy sokszor több az elvárásunk, több az igényünk, mint ami ildomos lenne, és ezért nem tudunk párkapcsolatba kerülni. Megkerüljük az ismerkedés lehetőségét. Kényelmesek vagyunk? Szerintem nagyon. Meg teljesen érthető amúgy, tehát, hogy most, hogy én már 22 éve vagyok házasságban, szerintem egy csomó előnye van az egyedül létnek. Halljátok? Tegnap ez volt a témánk. De tényleg, tehát néha, amikor, mit tudom én,
bevonulok egy szobába, és nem ugrálj rajtam egy gyerek se, és nincs sikítozás, és csend van, nyugalom van, kifejezetten üdítőleg tud az ember számára hatni. Ahol nem kell mindig megfelelni, vagy nem kell szerepelni. Tehát én azt gondolom, Pál apostol azt mondta, hogy egyáltalán nem baj az egyedül lét, mert akkor csak az Úrra kell odafigyelni. De mondom, ez egy külön ajándék, tehát hogy nem mindenkinek van ez az ajándéka. Most az iskolában, ahol tanulok, nagyon sok nagy egyházi osztálytársam van, és vannak olyanok, akik esetleg hivatásuktól fogva nem házasodhatnak, és többen vannak, akik ezzel kínlódnak, és nem értik, hogy ez hogy. Tehát nekik nincs erre ajándékuk, hogy ők egyedül legyenek, de muszáj a szakmából eredően nem házasodni, és kínlódik, és szenved ezen. De vannak olyan osztálytársaim is, akik el se tudnám másképp képzelni, hogy milyen lenne az élet. Van egy olyan nagyon kedves apáca testvérnő, aki teljesen boldog így, és ráadásul vizsgai időszakra minden tételünk ki van dolgozva, mert ráér, és ő kidolgozza nekünk. És ő mondta, hogy hát vannak előnyei az egyedül létnek. Tehát, hogy egészen különböző módon éljük meg ezt az egészet, de én szerintem egyrészt kényelmesek vagyunk, meg tényleg vannak előnyei sok szempontból. Tehát meg kell becsülni. Így van. Addig, amíg van. Mert utána nem lesz. És akkor hallottátok, hogy néha pont erről beszéltünk tegnap, hogy ugye van, amikor a házasok vágyakoznak egy kis egyedül létre, hogy bár csak egy kicsit visszajönne ez. Oké. Van egy olyan kérdés, hogy ha valaki rákérdez a státuszomra, és közlöm, hogy egyedülálló vagyok, vajon miért mindenki első reakciója, hogy nem vagyok elkésve? És egyéb kéretlen gondolatok, vajon Pál apostolról is az ott gondolhat a társadalom, hogy nem egy teljes egész, mert nem alapított családot? Ez érdekes, ez kérdés is lehet, hogy nem vagyok elkésve, meg kijelentés is lehet, és mind a kettőt szoktuk szerintem hallani. És ez megint nagyon sokszor az emberekből fakad, az, hogy milyenek vagyunk. Az, hogy nem vagy elkésve, meg ráérsz, ez nagyon sok esetben csak egyszerű jó indulat akar lenni, hogy bátorítsa a másik embert is, próbáljon valahogy azonosulni vele. Ha kérdésként teszik fel ezt, hogy nem vagy elkésve, az meg megint az embereknek a törvénykező magatartása. Nagyon szeretjük a másik embernek a hiányosságait, ami esetleg nem a mi hiányosságunk, azt kipellengérezni. Tehát ezt gyakran észreveszem a gyülekezetben, és itt nem csak a párkapcsolattal kapcsolatosan, hanem bármi. Ha észreveszek másik ember életében bűnt, ami nem az én sajátom, vagy nem küzdök vele, nagyon könnyen tudom őt megítélni. Csak nem az én témámmal foglalkozunk. Amíg a többiekkel foglalkozunk, addig nagyon könnyen tudom elmondani, hogy hogyan és mit kéne csinálni. És én ezért is mondtam a bűnnél is, hogy nincs kis bűn, meg nagy bűn, hanem minden bűn elszakít bennünket Istentől, és mindannyian szűkölködünk Istennek a kegyelme nélkül, csak különböző módon vagyunk gyengék, vagy különböző módon vagyunk erősek. Tehát, hogy ez megközelítés kérdése. De nekem nagyon-nagyon fontos is, ezt nagyon nem is szeretem, amikor esetleg a gyülekezetben azt látom, hogy emberek próbálnak segítő szándékkal bántani másokat. Mert nem ez az elhívásunk. Az, hogy mellette vagyunk, az, hogy megöleljük, az, hogy kedvesek vagyunk, az, hogy teljesnek tudja érezni magát úgy is, hogy esetleg nem házas, szerintem ez a gyülekezetnek a feladata. Hogy azt az egyedül létet, amit ő megszenved magában, azt ne tegyük még nehezebbé, hanem igyekezzük olyan módon segíteni őt, hogy ő érezze azt, hogy ő így is egész, ő így is tud boldog lenni, és sokkal könnyebben fog szerintem így párra is találni. Köszönjük szépen. És itt van egy olyan, hogy tegnap volt egy ilyen kérdés, azt hiszem, igen, a harmadik témánk az volt, hogy miért nem vagyunk még házasok, és akkor van egy ilyen kérdés itt, hogy miért nem találom meg a hozzám illőt. Tehát szerinted te mit látsz, hogy miért nem találják meg az egyedülállók a hozzájuk illő társat? Van erre valami olyan gondolatod, ami gyakorlatban is segíthet? Hát erről már többször, több ponton érintettük ezt a témát, és egy csomó választ tudnék adni, ami teljesen jó lenne. Meg jó néhány azt mondanátok, hogy ez tök hülyeség, mert ezek egészen személyfüggők az, hogy ki miért nem, vagy hogyan, meg miként. És simán lehet az, hogy Isten megvárat bennünket azért, hogy a jellemünk tudjon formálódni, és ez az egyik legnehezebb része ennek az egésznek. Az én jellemet hol lehetne még formálni, gondolhatja ezt az ember. De nagyon-nagyon sokat segít szerintem, amikor Isten nem válaszol azonnal, amikor nem úgy válaszol. Abban, hogy én tudjam letörni a saját énemet, a saját vágyaimat, és tudjak engedelmes lenni Isten akaratának, vagy esetleg rákészülni arra, hogy alkalmas legyek a párkapcsolatra. Mert lehet, hogy pont azok a
berögzülések, amikkel rendelkezem, nem tesznek alkalmassá arra, hogy tudjunk együtt lenni. És ezeket lehet, hogy Isten ezeket az igényeket, elképzeléseket, ideákat, várakat, amiket felépítettem magamba, ezeket lehet, hogy Isten a várakozás ideje alatt letöri, és ad lehetőséget arra, hogy felkészüljek. Meg szokták mondani azt is, hogy hát erre a néhány évre már úgyis itt a világ vége, minek, meg mindenféle ilyen jó ötletekkel jönnek az emberek. De mondom, nagyon-nagyon egyénfüggő az, hogy hogyan vagyunk, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb lehetőség a jellemünk formálódására, amíg nem jön a válasz, amíg várakozásban vagyok, hogy teljesen a helyemen legyek, és teljesen kész legyek. Ahogy például a gyermekünk 3 vagy 4 év házasság után született, de olvastunk közben elég sokat a gyermeknevelésről, készültünk arra, hogy ha gyermekünk fog születni, akkor mennyire ügyesek legyünk. És az első 3 lányunknál ez nagyon ügyesen működött, megtanítottuk őket, hogyan kell önállóan enni, hogyan kell egyedül aludni, és gondolkoztam, hogy akár írok egy könyvet belőle, aztán megszületett a fiunk, és úgy az a tudás, amit úgy összeszedtünk, hogy mennyire ügyesek vagyunk, azt úgy lehetett a sútba dobni, mert ő egészen másképp működik, és azok a szabályok, amik könnyen működtek 3 lánynál, az egyáltalán nem úgy működik a fiúnál. De formál bennünket Isten a gyermekek által is, meg szerintem a várakozás által is. Köszi szépen. És még 2 téma van, az egyik az önelfogadás, helyes önértékelés, Istennel való személyes kapcsolat. Ennyit írtak, nem tudom erről egy pár szót, nem tudom ki írta, vagy milyen kérdés kapcsolódik ehhez. Én ezzel kezdtem az elején, és akkor jó ezzel is befejezni, így keretbe foglaljuk az egészet. Meg még van egy, a másik, akkor mondjam a másikat is, hogy a rossz gondolkodásmódok letörése az egyedülállósággal kapcsolatban. Ez kapcsolódik ehhez simán szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb baja a mai kereszténységnek az egészségtelen identitás, hogy nem helyes az én képünk, hogy nem tudjuk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy nem tudjuk azt, hogy mekkora ajándék az, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hogy milyen nagy kincs az, hogy szeretve vagyunk Isten által. És az a baj, hogy ezt elég keveset halljuk, vagy torz módon halljuk, vagy nem tudjuk magunkra érvényesíteni. Tehát amikor például összeismerkedtem a kedves feleségemmel, akkor neki rövid haja volt, fiús ruhákba járt, csak fiú barátai voltak, nem tudta nőiesnek elfogadni magát egyáltalán is. Én szépnek láttam őt rövid hajjal is, de jobban tetszett volna hosszú hajjal is. Egy csomó ideig nyúztam, hogy ebben akár változtathatna is. És ha most itt tudna lenni, akkor azt látnátok, hogy kifejezetten nőies nő, jól érzi magát a bőrében, elfogadja magát, mert közben sokat formálódott az én képe, megtanulta magát elfogadni. De neki is például édesapja elég sokat szitta, meg nem tartotta szépnek is, ő neki ebből nagyon nehéz volt kitörni. És szerintem mindannyiunknak vannak olyan háttérinformációink, amik eleve lehetetlenné tennék azt maguktól, hogy mi egészségesek legyünk. Mert az se jó, amikor valaki túl van dicsérve, hogy ő a világ közepe. És ilyen embereket is ismerünk, aki el van szállva magától, és hiszen semmi realitás érzéke nincs, mert ilyen információkat kapott is. Az, hogy egészségesek legyünk Krisztusban, szerintem egy rendkívül fontos a mindennapi életünk szempontjából, nem csak a párkapcsolat szempontjából, egyszerűen az, hogy éljünk. És ahhoz, hogy egészségesek legyünk, ezeket a rossz gondolatokat, ezeket le kell tudni törni. Tehát, hogy van egy Lauren Daigle nevű hölgy, ez a You Say című száma, le is van fordítva magyarra, azt hiszem már, hogy mit mond a világ rólam, mit mondok én magamról, de mit mondasz te rólam. Nagyjából erről szól ez az egész szám, és nekem annyira tetszik az, amikor az ember úgy párhuzamba tudja állítani, és itt jön be az a de, amiről az elején beszéltem, hogy lehet, hogy a világ azt gondolja, hogy én hülye vagyok, de Isten engem értékesnek tart. Lehet, hogy a világ azt gondolja, hogy csúnya vagyok, de Isten engem szépnek tart, mert ő alkotott meg. És én azt gondolom, hogy ha ezt a de szócskát be tudja az ember rakni az életébe, akkor ezek a negatív gondolatok pozitívra tudnak változni, mert mindenki értékes valamiben, és mindenkinek van helye a gyülekezetben, és szerintem ez egy nagyon nagy kincse Krisztus népének, hogy itt nem csak az apostolok meg a próféták vagy a pásztorok, hanem itt mindenki azt mondja az ige, hogy Péter mondja, hogy királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagyunk. Mindannyian királyi papság vagyunk, mindannyian értékesek vagyunk Krisztus országában. Akár házas vagy, akár nem, akár egy, akár kettő, akár 5, akár 10 gyereked van, értékes vagy Krisztus számára, és nem ezek a dolgok határoznak meg. És ha ezt az ember megéli, akkor sokkal boldogabb tud lenni az élete, a hétköznapja is, és sokkal könnyebben tud döntéseket meghozni. Tehát az, hogy valaki szeretve van, az önbizalmat kölcsönöz neki. Attól érzi értékesnek magát a feleségem, hogy én értékelem őt.
és sokat elmondom neki, hogy szép, meg hogy szeretem. Attól lesz értékes a gyermekem, nem attól, hogy elvégezett diplomát, hanem attól, hogy elmondom, hogy bármi is van, szeretve vagyis fontos vagy a számomra. És ha ezt ő mindig tudja és érzi, akkor a lehető legnagyobb kincset adom neki, egy egészséges önértékelést, hogy elfogadja magát. És mondom, azt, hogy én mondok valamit, az egy dolog, de az a lényeg, amit Isten mond az ő igéjében. És ha ezzel felépíti magát az ember, akkor tud teljes lenni. Nagyon szépen köszönjük. Szeretettel. Van valakinek esetleg még kérdése, mert ezt itt kivégeztük, úgyhogy ha van, akkor még most. Tessék? Lehet-e szerinted egy bizonyos rossz mondás vagy átok akadálya abban, hogy valaki mondjuk megnősül, vagy férhez menni, olyan típus, hogy te sose fogsz férhez menni, te sose fogsz megnősülni, te bele sose lesz normális, asszony, férfi, stb. Hogy lehet ennek a szellemi világban úgymond súlya? Mindenféleképpen. A Biblia azt mondja, hogy hit az hallásból van, de hallás pedig Isten igéje által. És Isten igéjét, hogyha az ember hallja, akkor épül, erősödik, és egy egészséges identitás fog kialakulni az ő életében. Ennek az ellenkezője pont így működik. Tehát ha az ember folyamatosan negatív információkat hall, hallja ezeket a dolgokat, el fogja hinni. Tehát ha mindenki azt mondja, hogy hülye vagy, előbb-utóbb el fogod hinni, hogy hülye vagy. És nem tudsz értékesnek, nem tudod értékesnek érzni magad, vagy hogy te nem vagy szép, nem vagy elfogadható. De nem mindenkinek van, ahogy mondtam, olyan kocka hasa. Pontosabban mindenkinek olyan van, csak nem mindenkinek látszik. De hogyha az ember ezeket a külsőségeket akarja nézni, és ezt látja magában, akkor sosem fogja tudni elfogadni magát. De lehet, hogy én egy mackósabb típusú gyerek vagyok, lehet, hogy egy lánynak pont ez fog bejönni. Van, aki a kövérebbet, van, aki a soványabbat, van, aki magasabbat, alacsonyabbat, meg tudja találni a párját, és egyáltalán nem az számít, hogy mit mondtak rólad, hanem az, hogy magad el tudod-e fogadni. Azt hiszem, megint csak egy színésznő jut eszembe, a Queen Latifah. Biztos láttátok már, ez egy néger hölgy, szerintem kifejezetten szép, pedig van vagy 100 kiló. De egy elégedett, boldog, vonzó és nagyon csinos nő, mert önmagát elfogadja és magában elégedett. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy ne az érdekel minket, hogy mások mit mondanak. És ezeket az átkokat szerintem nagyon könnyen, az esetek nagy többségében nagyon könnyen meg lehet törni, hiszen a negatív dolgok helyett elkezdem Istennek az igéjével építeni az életemet, és elkezd helyreállni az életem. És hogyha súlyosabb helyzet, akkor simán meg lehet törni az átkot, lehet menni ellene imában. De én szerintem ezeket a dolgokat komolyan kell venni, és nem csak az, hogy miket hallottunk, hanem az is, hogy mi miket mondunk mások számára. Tehát ha összeismerkedsz egy lányjal, és elkezded szídni, hogy hogy néz ki, nem biztos, hogy fogja magát értékesnek érezni. Viszont hogyha folyton azt mondod, hogy milyen értékes, lehet, hogy azt fogja észrevenni, hogy ő is értékes, és te is értékesebbnek fogod látni. Tehát szerintem ez oda-vissza működik. Mi az, amit hallunk, és mi az, amit kimondunk. Köszönjük szépen. Valakinek még kérdése? Akkor mindent tudtok, mindent tudunk. Jó. Akkor köszönjük Szilárdnak egy tapsot. Szeretettel. Meg az Úrnak.